Egyre többen keresik fel a honosítási irodákat és demokrácia központokat Külhomban, hogy eligazítást kérjenek a jövő évi anyaországi parlamenti választásokkal kapcsolatos regisztráció ügyében. A Nemzeti Választási Iroda hetekkel ezelőtt kiküldte a felhívását, amelyben azt kéri minden magyartól, jelezze, ha a névjegyzékbe vétele óta megváltozott a neve, személyes adatai és az értesítési címe, hogy ezeket aktualizálják, csak így tud majd ugyanis szavazni jövő tavasszal. Történt-e a családban valamilyen változás, név vagy címváltozás, utcanév? Ezt a kérdést mindenkinek felteszi az Érmihályfalvi Demokrácia Központ vezetője, aki a regisztrációval kapcsolatban érdeklődik az érmelléki irodánál. Személyigazolványom, itt pedig a lakcímkártyám. A 22 éves Kint Klára Renáta 4 éve szavazott először. Most azért jött, mert névjegyzékbevétele óta változás történt. A szavazólapot más címre kéri majd. Azért jöttem, kerestem föl az irodát, mivel hogy lakcímváltoztatás szükségeltetett, mivel hogy elköltöztünk, és nagyon fontosnak tartom magát a választást is, mivel hogy magyarok vagyunk, és állampolgárok, és állampolgári kötelességünk az, hogy szavazzunk. A fiatalok mellett az idősebb generációnak jelentenek segítséget a demokrácia központok referensei, akik segítenek az eligazodásban. Rubreckiék egy hónapja kapták meg a Nemzeti Választási Iroda levelét. Voltak olyan részek, amit nem igazán értettünk, mi más fogalmazáshoz vagyunk szokva, és ezért bejöttem az irodába, és itt megkérdeztem, hogy hogyan is áll a dolog ezzel az új levelekkel most, és Julika megmagyarázta, hogy semmi probléma nincs, mivel hogy sem névváltoztatás, sem lakcímváltoztatás nem történt a családban, úgyhogy ezért hálásak vagyunk az irodának, hogy itt van, és hogy nem kell máshová elutazni. Érmelléken először 2013-ban kezdték meg a regisztrációt a választási névjegyzékbe, és a honosítással párhuzamosan folyamatosan végezték. 4 év alatt több mint 3000-en regisztráltak itt. Most is egymásnak adják a kilincset a magyarok, a regisztrációs iroda pedig rendszeresen tájékoztatja őket az újdonságokról. Ezt valójában nem lehet csak egy hivatásnak tekinteni, ezt lélekkel kell csinálni, különben nem haladunk semmire. És én úgy érzem, körbefogtam az érmelléket. Ezek azok a borítékok, amik megérkeztek. Ez pedig már a nagyváradi regisztrációs iroda, ahol több mint 100 értesítő várja gazdáját. A honosított állampolgárok ugyanis nem saját lakcímüket, hanem az iroda címét adták meg. Mások elfelejtették, hogy a 4 évvel ezelőtti választásokon regisztráltak-e vagy nem. Az iroda most népszerűsítő kampányba kezd, hiszen még mindig sokan vannak, akik pár kettős állampolgárok eddig nem regisztráltak. Akik bejönnek ide az irodába, elmondjuk nekik, hogy szóljanak minden ismerősnek, minden szomszédnak, hogy jöjjenek és regisztráljanak, hogyha még nem regisztráltak. A másik dolog pedig, hogy eléggé sok rendezvényünk van. Ott is mindig elmondjuk, hogy aki nem regisztrált, vagy regisztrált, és változott a lakcíme, neve, az jöjjön, és igazítsuk ki. Ha ön nagykorú magyar állampolgár, nincs magyarországi lakcíme. A honosítási irodák munkatársai mellett a Nemzeti Választási Iroda honlapján ezzel a kisfilmmel is felhívják a figyelmet a regisztrációra, és információkkal segítik azt. Választás.hu honlapon. Kilenc óra lesz, 10.